Elkészültek a tervek, határátkelő nyílhat meg a közeljövőben a magyar-ukrán határon Nagyhódos és a kárpátaljai Nagypalát között. Újabb ingyenes vakcina, jövő évtől térítésmentes lesz a 2 éves kor alatt ajánlott agyhártyagyulladás elleni oltás, jelenleg 7000 forintba kerül. Egyszerűbb és gyorsabb. Egyre népszerűbb a mobil parkolás. Országos szinten 43 millió tranzakcióból 18 milliárd forint bevétele volt az elmúlt 2 évben a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT-nek. Új határátkelő nyílhat meg a közeljövőben a magyar-ukrán határon Nagyhódos és a kárpátaljai Nagypalát között. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az átkelő tervei elkészültek. A több mint 700 millió forint értékű beruházást Európai Uniós és kormányzati támogatásból finanszírozzák. Az új határállomás megnyitása jelentősen megkönnyítené a csengeri és garbolci kistérségben, valamint a velük szemközti nagy szőlősi járásban élők kapcsolattartását. Zárt kapuk fogadják a magyar-ukrán határsávba érkező látogatót Nagyhódosnál. Itt jelenleg nem lehet legálisan átkelni Ukrajnába. Építkezése egyelőre nem sok jel utal, magyar oldalon azonban már 2015 nyarán befejeződött a tervezés. Az országos rendőrfőkapitányság több mint 30 millió forintot fordított a környezetvédelmi engedélyeztetésre, valamint a vázlattervek és értékbecslési dokumentáció elkészítésére. Az új közúti határátkelőhely megnyitásának sokan örülnének a térségben, hiszen megkönnyíteni a kapcsolattartást a határ két oldalán élők között. Eddig, hogyha valaki Nagypaládra át akart menni, akkor egy olyan 35-40 kilométeres kerülővel tudta ezt megtenni, most pedig 1-2 kilométeren belül már odaér. A határnyitást a magyar fél akarja jobban, ezt jelzi a Nagyhódos központjától az országhatárig tartó 2 kilométer hosszú útszakasz felújítása is. Erre több mint 400 millió forintot fordítottak Európai Uniós forrásból. Ukrán oldalon azonban nem halad az átkelőhely tervezése, kárpátaljai hírportálok szerint azért, mert nincs pénz a Nagypaládról a magyar határig tartó útszakasz felújítására. A kárpátaljai megyei tanács emiatt tavaly kérelemmel fordult az ukrán miniszteri kabinethez is, de azt kapták válaszként, hogy erre a célra az országnak nincs pénze. A nagyhódosi átkelőhely megépítését a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A beruházásra a belügyi alapok belső biztonsági alapjából és kormányzati támogatásból csaknem 707 millió forintot fordítanak. A projekt megvalósítási határideje 2018. június 30-a. Jövő évtől ingyenes lesz az agyhártyagyulladás elleni oltás. A 2 éves kor alatt ajánlott vakcinára 1,5 milliárd forint a fedezet. Jelenleg 70%-os támogatással vásárolható meg az oltás, amely így mintegy 7000 forintba kerül. A hír bejelentésekor az egészségügyért felelős államtitkár elmondta, szó lehet arról is, hogy a meningitis elleni oltást 1-2 év múlva beemelik a kötelező védőoltások közé. Az agyhártya gyulladás a lágy agyburok gyulladásos betegsége, az antibiotikumok feltalálása előtt a betegség gyógyíthatatlan, halálos kimenetelű volt. Most is nagy a halálozási aránya betegség miatt, ezért értenek egyet a házi orvosok, hogy jövő évtől ingyenes lesz a védőoltás. Újhelyi János nyíregyházi gyermekgyógyász évek óta nagy figyelemmel kíséri a betegséget, kutatta annak egy törzsét is, és több meningitiszes beteget kezelt. Szerinte ez az egyik legagresszívebb betegség. Hogy mi okozza, ez sajnos konkrétan nem mondható meg, az nyilvánvaló, hogy a baktérium oki szerepe megvan, csak az a helyzet, hogy ez a baktérium normálisan is előfordulhat felnőttek, gyermekek torokváladékába, torkába. Hogy ez adott esetben mitől válik agresszívvé, mi azt mondjuk, hogy invazívvá, amikor is behatol a szervezetbe, a vérbe, és ott gyorsan kezd szaporodni, és aztán az agyhártyától kezdve egy vérmérgezésen keresztül egy belső vérzést okoz, ami már kifelé a kiütés formába jelentkezik, a mellékvese elhalását okozza, a bőrön nekrózis,
nekrotikus, elhalt területek tömkelegei jelenik meg, ez bizony a maga ennek a betegségnek a természete. Tehát csak úgy lehet ellene védekezni, hogyha védőoltást adunk. A meningitis jellemző tünete a hirtelen magas láz, a végtelenül rossz közérzet, az erős fejfájás, pontszerű vérzések, sajátos kiütések. A jövő évtől kezdődően mindenki ingyenesen fog tudni hozzájutni ehhez az oltóanyaghoz. Tudniuk kell, hogy az ajánlott védőoltás nem kötelező. Amennyiben be fogja váltani a reményeket, akkor szeretnénk majd esetleg egy évvel vagy két évvel később kötelezővé is tenni. Hangsúlyozom, ez az összeg, amit erre fogunk szállni, az körülbelül 1,5 milliárd forintot fog kitenni már a jövő évtől, de csak akkor, hogyha mindenki, hangsúlyozom, mindenki, aki rászorult, vagy aki igénybe veheti, az meg is fogja ezt tenni. Az államtitkár hozzátette, jelenleg 70%-os támogatással körülbelül 7000 forintért vásárolható meg az oltás, így jövő évtől már ennyivel, azaz további 7000 forinttal tudják segíteni a szülőket. Egyre népszerűbb a mobil parkolás hazánkban. Országos szinten 43 millió tranzakcióból 18 milliárd forint bevétele volt az elmúlt két évben a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT-nek. A megnövekedett forgalmat az is igazolja, hogy 25%-kal több autós fizetett mobillal parkolódíjat a rendszer második évében, mint az elsőben. A felhasználók számára egyszerűbb és gyorsabb is a telefonos szolgáltatás. Parkolás indul. Egyre többen intézik így, telefonon keresztül a parkolásukat hazánkban. A felhasználók száma egyre nő, 25%-kal több autós fizetett mobillal parkolódíjat a Nemzeti Mobilfizetési ZRT-n keresztül a rendszer második évében, mint az elsőben. Ennek a fizetési módnak a gyorsaság és az egyszerűség a fő előnye. Összesen a rendszer több mint 30 milliárd forint bevételt szerett be az önkormányzat és állami szolgáltatók részére. Ebből a parkolási szolgáltatási volumen ez egy 18 milliárd forint, és közel 12 milliárd az autópálya matrica díjaknak az összege, és eddig az eltelt két évben több mint 47 millió tranzakciót, fizetéssel végződő tranzakciót bonyolított le a rendszer, és ebből közel 43 millió tranzakció a parkolás igénybevételéhez kapcsolódik. A térképen is látszik, hogy Nyíregyházán négy kategóriába sorolják a várost parkolás szempontjából, a kiemelt és az 1-es, 2-es, 3-as zónákra. Utóbbit évelején vezették be a megyeszékhely Zúzott-Köves utcáiban, és csökkentették is az óradíját 150 forintra. Emellett 200, 250 és 350 forintos áron parkolhatnak az autósok. Fontos azt is tudni, hogy a kiemelt zónákra csak lakóhelyi bérlet vásárolható. A parkolójegyeket minden nap többször és több helyen is ellenőrzi a Városüzemeltetési Kft. A jegy nélkül parkolók komoly büntetésre számíthatnak. Ha egy óránál rövidebb időre váltott jegyet az illető, akkor a jegy lejártát követő 5 percen belül megkezdhető a pótdíjazása. Ha egy óránál hosszabb időre, akkor 15 percet még rá kell várnunk a jegy lejártára. Akinél nincs se jegy, se a mobilparkolás nem indította el, az pedig akkor pótdíjazható. A pótdíj az az óradíjhoz alkalmazkodik, 15 napon belül az adott zónának, az óradíjának a 12-szeresét, 15 napon túl pedig a 41-szeresét kell pótdíjként megfizetni. Hétfőtől péntekig reggel 8 órától este 6-ig kell fizetni mind a 4 zónában a parkolásért, hétvégén azonban mindenhol ingyenes. Kivételt jelentenek azonban a munkanapnak számító szombatok. Az országos lefedettségű mobil parkolási rendszerben akár 100 000 tranzakciót is indítanak egy nap a felhasználók. A parkolás vége. Szépen cseperedik, már 8 hetes a nyíregyházi állatpark legnagyobb sztárja, a kölyök fehér oroszlán. A csöpséget hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Megyei rangadót játszottak vasárnap a labdarúgó NB2-ben. A 15. fordulóban lejátszott mérkőzésen a találkozó előtt a tabella második helyén álló Kisvárda Mastergood a 8.-ként érkező Nyíregyháza Spartakuszt fogadta a várkerti pályán. Közel 50 gyerek készül rendszeresen az NVSC tőr és párbajtőr szakosztályánál. A riói olimpián elért magyar sikerek hatására megnőtt a sportág iránt érdeklődő fiatalok száma. Így Makai Tamás szakosztály elnök szerint már szűknek bizonyul számukra a tiszavasvári úti vívóterem.
90 millió forintból épülhet tovább a csapadék csatorna hálózat Tiszavasváriban. Az önkormányzat azokon a városrészeken tervezi nyílt és zárt elvezető rendszerek kiépítését, ahol esős időjárás esetén belvíz alakul ki. A projekt tartalmazza a Hortobágyi csatorna felújítását is. Tiszavasvári üdülő övezetében, illetve a város úgynevezett büdi részén, a mélyebben fekvő területeken és utcákon egy csapadékosabb időjárásban belvíz alakul ki. Ez visszatérő probléma a városban ezeken a területeken. Éppen ezért döntött úgy a képviselőtestületünk, hogy a jelenlegi uniós forrásokra pályázik, még a nyár folyamán el is készültek a tervek, és a TOPOS programban, a területfejlesztési operatív programban egy nagyobb összegre, közel 90 millió forintos bruttó összegre nyújtotta be Tiszavasvári a pályázatát. Ebből még azokat a területeket szeretnénk megoldani, orvosolni belvíz problémával kapcsolatban, ahol azért egy csapadékosabb időszakban még jelentkeznek a gondok, elsősorban közterületen, illetve hát a üdülő övezetünkben a lakossági visszajelzések alapján. A pályázati forrásból nyílt árkokat és különböző vízelvezető létesítményeket alakítanának ki, sőt a beruházás részeként a Hortobágyi csatorna is megújulhat. Tiszavasvári önkormányzata egy komplett belvízrendezési programra már 2012-ben pályázott, közel 200 millió forintból megújult az egész város csapadékcsatorna rendszere. A vízügyi igazgatósága konzorciumban nyílt és zárt vízelvezetőket építettek, egy gyűjtőrendszerrel, a keleti főcsatorna alatt pedig egy nagy teljesítményű szivattyútelep viszi le a vizet a város nagy részéről. A jelenlegi pályázati ciklusban a terület és településfejlesztési forrásokból nem csak csapadékvíz elvezetésre és belterület védelmét szolgáló vízkár elhárításra, hanem csapadékvíz gazdálkodási létesítmények kiépítésére is juthat forrás. Szépen cseperedik, már 8 hetes a nyíregyházi állatpark legnagyobb sztárja, a kölyök fehér oroszlán. A csöpség akár egy kismacska, nagyon játékos, mindinkább érdeklődik környezete iránt. Tűhegyes fogait és karmait is egyre ügyesebben használja. Gondozójától már a kutyatej pótló tápszer mellett, csirke mellett és darált húst is kap az apróság. A nyíregyházi állatpark fehér oroszlán kölykét eleinte anyja nevelte, de 3 hetes korában elapadt a teje, így az állatpark egyik gondozójára, Herlicska Anikóra bízták, aki korábban 2 kis oroszlánt már sikeresen felnevelt. A gondozó csak az etetés időszakában érintkezik vele, hogy minél kevesebb emberi hatás érje. A kölyök szépen fejlődik, súlya mára már naponta 100-150 grammal gyarapszik, jelenleg 5,5 kilogrammos. A kis fehér oroszlán jelenleg 8 hetes, és ez idáig nem igazán foglalkozott a környezetével, most már azonban látszik az igazi macska vér, tehát egyre jobban játszik, érdeklődik a környezete iránt. Most éppen a karomat harabdája, ez utal arra is, hogy gyönyörűen növekednek a tűhegyes fogai, és egyre ügyesebben használja a karmait is. Teljesen más most már a takarmánya, hiszen eddig csupán kutyatejpótlót kapott, most már azonban elkezdtük a hozzá táplálást is, csirke mellett és darált hús még a napi adagja. A krügeri oroszlánok, ezen színváltozata, egyike Afrika legtitokzatosabb állatainak, hiszen évszázadokon keresztül csak sejtették létüket. A dél-afrikai őslakosok tisztelték őket, mint az isteni világ közvetlen küldötteit. Élőhelyük Timbabwati, azt jelenti a hely, ahol a csillagoroszlánok lejöttek. Napjainkban az állatkertekben és rezervátumokban élő fehér oroszlánok száma nem éri el az 500-at. Köztük 2 ivarérett állat és most már utóduk is a nyíregyházi állatparkban látható. A kis oroszlán hölgynek jelenleg a Viktória ház az otthona, ahol egy üvegablakon keresztül a park látogatói is végig kísérhetik a cseperedését, és megleshetik, hogy játszik vagy táplálkozik ez a ritka nagy macska. Megyei rangadót játszottak vasárnap a labdarúgó NB2-ben. A 15. fordulóban lejátszott mérkőzésen a találkozó előtt a tabella második helyén álló Kisvárda Masztergód a 8.-ként érkező Nyíregyháza Spartakuszt fogadta a várkerti pályán. A várakozásoknak megfelelően harcosan, de óvatosan kezdett mindkét csapat, a mély talajú pályán a küzdelem dominált. A Nyíregyháza Spartakusz a 22. percben járt legközelebb a gólszerzéshez, akkor egy jobboldali szöglet után rubus fejese csattant a kapufán.
A félidő utolsó percében a hazaiak előtt is adódott egy helyzet, de gól ezúttal sem született. A második játék részben sem változott a játék képe, az 56. percben Tisza szabadrugását követően ismét a lét segítette ki Iváncsics kapust. A 67. percben azonban már maga mögé kellett nyúlni a hálóőrnek, rezes lövése talált utat a kisvárdai kapuba. Két perc múlva jött a válasz, a második félidő elején beálló Gosztonyi lőtt a nyíregyházi kapuba, kiegyenlítve az állást. A 75. percben Cseri került helyzetbe, de mivel fejese Hermány találta el, maradt a mérkőzés képe alapján igazságos 1-1-es döntetlen. Az egyenlítés után örülhetünk az X-nek, és azután, hogy megszerezték a vezetést, mert nagyon nehéz volt oda jutni a kapuhoz, nagyon hosszú labdákkal kellett kísérleteznünk, és ez nem ízlett nekünk. És hát ugye nem is olyan játékosok voltak fönt a pályán, akik a légpárbajokat meg tudják nyerni. Viszont akik a pályára léptek, sajnos most sem voltam velük maradéktalanul elégedett mindenkivel. Ugyanazok a játékosok játszanak hétről hétre elfogadhatót, sőt többet is attól, és ez kevés. Ahhoz, hogy mi mérkőzést nyerjünk, ahhoz a középpályán, illetve a támadósorban is több kell. Az egy ponttal a Spali kispadján debütáló Weber György sem volt elégedetlen. Így a mérkőzés után most már látva a körülményeket, azt gondolom, hogy jól van ez így. Nyilvánvaló, hogy az 1-0-ás vezetésünk után egy picit higgadtabbak tudunk maradni 5 percnél tovább, és nem rögtön egyenlít az elfél, meg lehetett volna a győzelem is. Tehát az nagyon-nagyon nagy pozitívum, hogy azért mind erővel, mind tényleg fegyelmezettséggel, küzdeni tudással nem volt gond, sőt megfeleltünk ennek a talaj támasztott a követelményeknek. Magyarul busztoltunk, ami nem hiszem, hogy majd a mi stílusunk lesz, de amelyik csapat így tud busztolni, az majd jó pályán tudja a játékát is majd hozni. Úgyhogy tulajdonképpen nem nőtt a pontszám, ez most nagyon fontos volt, hogy a Kisvárda nem tudott ellépni tőlünk 7 ponttal, maradt a 4. A Kisvárda a következő fordulóban Dorogon lép pályára, a Nyíregyháza Spartakus pedig a Sopront fogadja. Közel 50 gyerek készül rendszeresen az NVSC tőr és párbajtőr szakosztályánál. A riói olimpián elért magyar sikerek hatására megnőtt a sportág iránt érdeklődő fiatalok száma. Így Makai Tamás szakosztály elnök szerint már szűknek bizonyul számukra a tiszavasvári úti vívóterem. Előre! Egy-egy olimpia után mindenütt megnő a sikeresen szereplő sportágok iránt érdeklődő gyerekek száma. Rióban a vívás volt az egyik legeredményesebb magyar sportág, 2 arany, 1 ezüst és 1 bronzéremmel. Az NVSC-nél 17 éve működik a tőr és párbajtő szakosztály, ahová iskolakezdés előtt nagyon sok szülő elvitte gyerekét, hogy azok elsajátítsák a vívás alapjait. Most rengeteg kisgyerek jött, tehát óvodás korosztályok is vannak, 5 évestől 16 évesig, de a legtöbb az 5 és 8 éves közötti gyerek, ami nagy szerencse, mert igazából a tőrvívás ugye az a vívásnak a legfinomabb és egyik legbonyolultabb ága, és ez nagyon jó, hogy minél korábban kezdik el. Az, hogy most mennyien vagyunk, rengetegen vagyunk, aztán majd a felvételőben is látható, tulajdonképpen már úgy vagyunk, hogy nem tudunk edzeni sem. Azt hiszem a pontos létszámunk most 48 fő. Mivel olyan sportágról van szó, ahol szúrófegyver van a fiatalok kezében, az edzők nem csak a vívásra tanítják a gyerekeket. Itt mi a kicsiket megtanítjuk a fegyelemre is. Az első perctől kezdve ők tisztában vannak azzal, hogy fegyver, akár műanyag, akár bot, ugye vannak ilyen segédeszközeink, mint hogy valódi fegyver, ők kicsi, pici kezdőkoruk óta tisztában vannak vele, hogy ez nagyon balesetveszélyes, és nem is volt még erre példa, hogy egymást megsebesítették volna. Bár mindenkiből nem lehet olimpiai bajnok, a tehetségek sok munkával eljuthatnak arra a szintre, ahol már érmeket is szerezhetnek a versenyeken. A vívás az egy hosszú beérésű sportág. Tehát itt sokszor kérdezik a szülők, hogy ugyan mondjam már meg, hogy alkalmas-e a gyerek, meg jó, vagy egyáltalán mikor lesz belőle. És ugye ez mindig egy ilyen kardinális kérdés, és el szoktam mondani azt, hogy itt türelemmel kell lenni, mert a vívás az egy hosszú beérésű. Tehát itt van, aki már mondjuk 6 éve jár vívni, versenyekre is jár, de mondjuk nem tudja összerakni. Ugyanis azt szokták mondani, hogy a vívás ugye atlétikus, mint testileg, és a sakk a fejben. Ugye mert többszörösen előre kell gondolkozni, hogy én mit csinálok, az ellenfél mit fog csinálni, és arra még mi a reakcióm. Tehát ezzel nehezebben birkóznak meg. Mondjuk ezért nehéz a tör része, mert ezek, és ott még szabályok vannak, tehát szabályokat kell követni. A versenyrendszert 2 évvel ezelőtt megváltoztatták, így már a legkisebbeknek is van lehetőségük arra, hogy tétremenően vívjanak. Az NVSC fiataljai a házi versenyeket követően a jövő év elején már más klubok vívóival is összemérik majd tudásukat.
Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Új határátkelő nyílhat meg a közeljövőben a magyar-ukrán határon Nagyhódos és a kárpátaljai Nagypalát között. Az átkelő tervei elkészültek, a több mint 700 millió forint értékű beruházást Európai Uniós és kormányzati támogatásból finanszírozzák. Az új határállomás megnyitása jelentősen megkönnyítené a Csengeri és Garbolci kistérségben, valamint a velük szemközti nagy szőlősi járásban élők kapcsolattartását. Jövő évtől ingyenes lesz az agyhártya gyulladás elleni oltás. A két éves kor alatt ajánlott vakcinára 1,5 milliárd forint a fedezet. Jelenleg 70%-os támogatással vásárolható meg az oltás, amely így mintegy 7000 forintba kerül. A hír bejelentésekor az egészségügyért felelős államtitkár elmondta, szó lehet arról is, hogy a meningitis elleni oltást 1-2 év múlva beemelik a kötelező védőoltások közé. Egyre népszerűbb a mobil parkolás hazánkban. Országos szinten 43 millió tranzakcióból 18 milliárd forint bevétele volt az elmúlt két évben a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT-nek. A megnövekedett forgalmat az is igazolja, hogy 25%-kal több autós fizetett mobillal parkoló díjat a rendszer második évében, mint az elsőben. A felhasználók számára egyszerűbb és gyorsabb is a telefonos szolgáltatás. A Kölcsei Televízió híradóját látták október 31-én hétfőn. Friss hírekkel holnap, azaz november 1-én is várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!